Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Rausz Tamás történész. Üdvözlöm és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Gyorsan elmondom a kérdésemet, hogy tudjon közülük válogatni és gyorsan válaszolni. Mitől alakult ki Magyarországon, illetve Kelet-Közép-Európában és nyugaton is a russzofóbia? Mindent utálni kell, ami orosz? Ez a nagy kérdés. Ezen kívül szeretném elmondani, mert nem biztos, hogy a legfrissebb hírekről értesült. Az izraeli miniszterelnök megbeszéléseket folytatott telefonon Putyin orosz elnökkel, és arra kérte, hogy egy légi folyosót biztosítson számára, hisz a 18 ezer Kijevben élő izraeli polgárt szeretnék evakuálni, ebből már több mint 4 ezeret evakuáltak, de hogyha a helyzet fokozódik és esetleg történik valami, az orosz választ még nem tudom. Itt érdemes megjegyezni, hogy a két állam között ragyogóak a kapcsolatok, hisz Oroszország Szíriában ugyan nem katonai egyenruhában, de a légvédelmet ellátja, és több alkalommal megkímélte saját magát attól, hogy az izraeli repülőgépekkel ütközzenek, hisz Izrael nem Szíriát, illetve az orosz embereket szeretné megszüntetni, hanem szeretné megvédeni hazáját. Öné a mikrofon. Köszönöm szépen, itt két nagy kérdés merült föl, mind a kettőre érdemes reagálni, mert fontos kérdések. No, az első kérdés nyilván több előadásnyi témát tölel föl. Erre is lehetőséget adunk. Éppen az elkövetkezendő választások napjaig szeretettel látjuk minden héten. Igen. Köszönöm szépen. Az túlzás. Meg addig, ami kigyomlálja, hogy mi is ez a russzofóbia. Ez a russzofóbia, az orosz gyűlölet, csak néhány mondatba vázolnám, mert fontos a téma, de mondom, óriási, ennek több évszázados hagyománya van. Valószínűleg az a helyes megközelítés, amely ezt a gazdasági és geopolitikai konkurenciából vezeti le a 16-17. Századtól. Valahol Anglia, Nagy-Britanniába keletkezhetett maga a jelenség, ez a konkurencia, hogy az oroszokat demonizálják. Ez a demonizálás egyébként minden olyan történelmi időben fölbukkant, amikor Oroszországnak Nyugat-Európában valamiféle konfliktusa alakult ki. Az pedig volt. Kelet-Közép-Európában pedig ugye, akik szomszédok voltak az orosz birodalommal, az nagyon termékeny talajra talált, hiszen itt a hatalmi eliteknek Oroszországban való ütközése, ez gyakori jelenség volt, de azt is hozzá kell tenni, hogy ez sose vált népi mozgalommá, mint az antiszemitizmus, azért ebből ezt nem lehetett csinálni, legfeljebb néha vannak felvillanásai. Ez egy szervezett néha jelenség. Itt ott egy-egy program. Már most én a russzofóbiát különböztettem meg, de ez is a rasszizmusnak egy különös típusa. Amikor egy kultúrfölényt hirdetnek Oroszországgal és az oroszokkal szemben, elég rémes dolog. Napjainkban igaza van a szerkesztő úrnak, ennek újra keletje van, mert újra kiéleződtek a világ területi és gazdasági újrafelosztásának problémái, egy új hidegháborús korszakban vagyunk. Az Amerikai Egyesült Államok, Európa és Oroszország mint három szereplő ebben az újrafelosztási már folyamatban. Már Kína is ott van. Már a háttérben Kína is ott van, így van. Na most ez a kicsúcsosodása Ukrajnában van, ez a kisülési pont. Itt ütköznek meg ezek az ellentétek. Hát a britek, amerikaiak ugye a földközi tenger mentén szeretnének lemenni Grúziát be a NATO-ba, ugye le egész keleti török, ugye hagyományos kapcsolat Indiái, közel-keleti Kaukázus. Tehát ez egy fontos vidék, ott is vannak a NATO és amerikai csapatok. És ez ugye ukrán, mert a Fekete-tenger. Na most ugyanígy a NATO bevonult Ukrajnába, nem tudom, egy tucatnyi bázis van már, katonai kiképzők, instruktorok, és az oroszok egyszer csak elhatározták, hogy te, Atya Úristen, eddig, ne tovább, és
húztak egy vörös vonalat. Ezt a vörös vonalat Amerika és a Nyugat nem akarja elfogadni. Ugye ez a NATO terjeszkedésének meggátlására vonatkozik, és arra vonatkozik, hogy a volt varsói szerződés vagy szovjet szövetséges ország területén ne helyezzenek el támadó rakétarendszereket, ne helyezzenek el támadó ezek fegyvereket. Ezek lehetnek akár védő fegyverzetek is. A védőfegyverek vannak, mert NATO tagországok. Na most Oroszországot a világgal nehéz ijeszgetni, mert Oroszország még törtette folyamán leánykori nevén a Szovjetunió, még soha nem támadott meg NATO országot. Na most ami körülötte van, és ami a zsidó kihozatalát illeti Ukrajnából. Neveszik őket izraelieknek, igen. Már izraeliek? 18 ezer izraeli van. Jó, hogy már potenciális izraeliek, értem. Nem, izraeliek. Ja, ezek izraeli állampolgárok? Ezek izraeli állampolgárok, hoppa, akik ott dolgoznak. Ja, hogy ennél még többen vannak a volt mai Szovjetunió területén. Ezt nem értettem. Ha izraeli állampolgárok, akkor értem, milyen hogy... nomádok vagyunk, innét oda megyünk. Akkor azt értem, hogy akkor ennek a hisztériának a hatása alá kerül mindenki, pontosan, amit hát módszeresen az Amerikai Egyesült Államok meggründolt, hiszen én az orosz sajtót tanulmányozom most már jó pár éve, nekem eszembe nem jutott volna feltételezni, hogy Oroszország megtámadja Ukrajnát, mert Amerika a követségét értelme, vidékre helyezi, a berendezéseit felszámolt, az irattárát bedarálta, ez benne és van, a családtagokat hazaküldte. Igen, ez benne van. Ez benne van a pakliban, mert máshogy nem lehet megrendezni. Tehát azt elfogadom érvelésként, hogy az Egyesült Államok belefér. Nem halál komoly? Nem hiszem, hogy halál komoly. Vagy ha halál komoly, akkor arra utal, hogy mindenáron szeretné az Egyesült Államok, hiszen ezért fegyverezi föl Ukrajnát. Mi más végből? A britek és az amerikaiak az utóbbi időben nagyon komoly fegyverzettel ellátták Ukrajnát. Back-to-back érkeznek a szállítógépek. És még mindig érkeznek, tehát lehet, hogy az Egyesült Államok azt szeretné, ha Oroszország és Ukrajna összecsapna, és ő ezen a balhé szépen megsütni a de mi maga szüksége van, mi szüksége van Moszkvának Kijevre? Semmi. Ennek semmi értelme nincs, hát én is ezt mondom, ebben teljesen egyetértünk. Én végig gondoltam azt az oldalt, hogy hogyan lehet legegyszerűbben összeugrasztani Oroszországot és Ukrajnát. Lehet, hogy az amerikaiak ezen ügyködnek, mert a két köztársaság, ugye a Lugánszki és a Donyecki köztársaság, de az érintkezési ponton, az elválasztási ponton az ukrán és a helyi csapatok között, hát egyre több fegyvert halmoznak föl, ott egyre több katona van, orosz források szerint 100-120 ezer ukrán katona van, de a katonai összevonásokat a nyugati amerikai források szerint 150 ezer orosz katona. Mozgó, fegyverzet. Hát igen, az oroszok mondták, hogy ők a saját területükön oda viszik a katonákat, ahova akarják, és ahol attól tartanak, hogy a határaikon ellenséges fegyverrendszereket telepítenek. Na most hát, ahogy beszéltünk róla, nem az oroszok mennek nyugatra, hanem a NATO jön keletre. Professzor úr, van még hátra 3 percünk. Igen. Akkor én most megpróbálok elültetni még egy kérdést. Igen. Ukrajna valaha egy nukleáris atom hatalom volt. Erről lemondott. Mit kapott cserébe? Hát ez a lemondás is, ez körülbelül úgy keletkezett, hogy a nagyhatalmak azt mondták Ukrajnának, hogy mivel Ukrajna nem vállalta, hogy ő a Szovjetunió utódállama, ezt Oroszország vállalta. Eleve Oroszország, mint nagyhatalom megőrizte az atomfegyvert, és a nagyhatalmaknak nem állt érdekében, hogy legyen még egy atomhatalom Ukrajna képében. Úgyhogy Ukrajna ugyan formai tekintetben lemondott, de valójában nem volt meg az az esélye, hogy megtartsa ezeket az atomfegyvereket. Megkapta a függetlenséget ennek fejében. Hogy jól sáfárkodott, vagy nem sáfárkodott jól, mivel egy pronáci rezsim jött létre Ukrajnába 2014 után. Ez nem állt a babiári időkben sem messze tőlük, csak erről mindenki elfelejtkezik. Elfelejtkezik, pedig bizony ennek erős hagyománya van. Erre tudna emlékezni pont egy percben, hogy mi történt ott Babijárban? Hát Babijárban több tízezer zsidót gyilkoltak le, 2 nap alatt 33 ezer zsidót. Egész rémes volt, hogy semmilyen ellenállás nem volt ezzel kapcsolatban.
kapcsolatosan. A feltett kérdés nem azért volt, hogy én Ukrajna ellen uszítsak, nem, de hanem hogy a történelem Ukrajna, tényeken csak alapul. Hogy a történelem ruszofóbiáról beszéltük, hogyan lehet szabadulni a történelmi múlttól úgy, hogy a nemzeti önbecsülés meglegyen. Persze, még a mostani ukrán elnökről nem lehet elmondani, hogy antiszemita hízsidó. Azt nem lehet elmondani, de hogy ruszofób, azt el lehet mondani, ugyanis egy mondat nagyon fontos. Nem azért csinálja ezt a Zelenszky és az egész rezsimje, mert hisz a ruszofóbiába, hiszen a nagyapja maga is vörös katona volt, hanem azért csinálják, mert ez adja meg a kohéziót Ukrajnában, a nemzeti kohéziót, ez az orosz ellenesség. De időközben ettől a botrány miatt ez az ukrán nacionalizmus. Befektetők azok elhagyják. De hát Amerika számára nem Ukrajna fontos, hanem az amerikai érdekek, és az, hogy ugye otthon megint tudják demonstrálni majd, hogy Amerika megint. Ígérem önöknek, hogy maximálisan megpróbáljuk kiaknázni Krausz Tamás agyát, és történelmi tényekkel föltöltjük a mi gondolkodó képességünket az elkövetkező hetekben, úgyhogy változatlanul kérem, hogy hetenként egyszer legalább jelenjen meg nálunk, hogy végre tiszta képet kapjunk, és tudjuk, hogy mi és honnét kezdődött. Hát, ha a szakmámról van szó, akkor köszönöm a meghívást. Nem, autószerelésről és igen, nem a szocializmus bukásáról szeretném kérdezni, mert azt talán nézőink és én is tudom. Köszönöm, hogy itt köszönöm volt velünk. Figyelmet. Kedves nézőim, most előzetesek, és már is következik a mi médiagurunk, Seres Attila, a Neokon főszerkesztő helyettese, akivel hetet értékelünk, és tulajdonképpen beharangozzuk a Világ zsidó szemmel című hétfői műsorunkat. Tartsanak velünk!